Ott van ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Nagy volt a meglepetés, amikor Ricsi meglátta a hatalmas rendőrségi buszt, amivel azért érkeztek az egyenruhások a fiú szüleinek Várdombi házához, hogy fagyizni vigyék őt és Johannát, a barátját. Néhány perccel később pedig Ricsi már a rendőrségi autóban ült. Ekkor már tudta, hogy hamarosan valóra válik egy régi álma. Azt kértem, ha jól emlékszem, hogy egy különleges járműve, ugye már az már megvan. Elvihessem a barátomat fagyizni. A 11 éves fiút és a barátnőjét az Őcsényi repülőtéren már többen várták, és meglepetéssel is készültek. A Budapestről érkezett hagyományőrző rendőrszázad tagjai ugyanis azt is felkínálták a gyerekeknek, hogy utazhatnak az egyik általuk idehozott különleges rendőrautóval. Ricsi végül egy egykori Lada járőrkocsit választott. A fiú még a szirénát is bekapcsolhatta, visszafelé pedig valóságos rendőrkonvoj kísérte őket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egy percig sem gondolkodtak azon, hogy teljesítik Ricsi álmát, amikor tudomást szereztek arról. Az egyik járművel, amit Ricsi saját maga személyesen választott ki, ebbe beültettük őt, és tettünk vele egy nagy kört, egy felvonulást rendeztünk, megkülönböztető jelzést használó járművekkel. Ricsi volt a pilótának a segédje, és ő mondta, hogy merre menjünk az autókkal, és egy óriási élményt okoztunk számára. Ricsi és a barátnője az utazás után még íjászaton és habparton is részt vett.